kétfelé vált a két rendőr és a két polgárőr, így ellenőrizték ezt a szekszárdi tanyát. A hatóság járőrei és az önkéntesek a szekszárdi tanyavilágban, temetőkben és a bevásárlóközpontoknál járőröztek közösen. Ennek az egész akciónak az apropója az volt, hogy a Polgárőrszövetség, illetve a rendőrség szoros közreműködésben áll egymással, és próbáljuk segíteni egymás munkáját, ennek érdekében, hogy az állampolgárokat meg tudjuk védeni a különböző bűncselekményektől. Nem csak járőröztek együtt a rendőrök és a polgárőrök, az egész munkanapot együtt dolgozták végig, így reggel közös eligazításon is részt vettek. A reggeli eligazítást dr. Pilisi Gábor, a szekszárdi rendőrkapitányság kapitányság vezetője tartotta, illetve Szabácsi Szabolcs rendőr alezredes, a közrendvédelmi osztály vezetője. Mindketten az eligazítás során hangsúlyozták, hogy nagyon fontos a szoros kapcsolat a polgárőrökkel, akik, mint állampolgárok, nagyban hozzájárulnak a rendőrség munkájához. A közös járőrözés során a rendőrség munkatársainak és a polgárőröknek egyetlen szabálytalanságnál sem kellett intézkedniük.